Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok, srácok. Azt a macskas, büdös, kurva úr istened. Hát ez a titánia. Na, minap volt egy livestream. És én nem akartam foglalkozni a titániával. Nem, egyáltalán nem szerettem. Nagyon rossz. Tudom, hogy buffoltak rajta, segítettek a képességein, de így távolról sem akartam ránézni, mert annyira távol áll tőlem ez a karakter. Aztán a srácokkal ugye livestreameltünk, és mondjak, a titania a Titánia, titánia. Ja, hagyjatok már békén a Titániával, ki a oh, jó istennek kell az a forsét t kalapszol. Nem, no, nem, no, nem, no, nézd meg, nézd meg. Csuk, jó, megnéztem. Mostantól a Titánia a kedvenc warframe -e. <laughs> uh, Úristen, ne um, A gameplay, amit láthattok, void mode. És a 85. percnél kénytelen voltam kijönni. Mert e, már egyhiteltek egy hiteltek valahogyan meghaltam Igaz, sokkal de sokkal óvatosabb is lehettem volna, amikor leszállok az égről És hogyha sokkal de sokkal óvatosabb vagyok, akkor túlélem sokkal több ideig Mert amint látjátok, a Dexpixia kibaszott OP Szóval iszonyatosan darálta a 200-as enemiket Kibaszottul OP Viral Slash erre modoltam. Viral Slash. És úristen, szóval, hogyha sokkal, de sokkal óvatosabb vagyok, mikor szállok le, hol szállok le, elmenekülök egy csendesebb szobába, feltöltöm az energiámat, és visszajövök úgy repülve, végtelenségig benne lehetett volna. Addig tudtam volna bennmaradni, és ez látszik azért a magán a gameplay is, addig tudtam volna bennmaradni, amíg a jának kifutott volna a damage -e de ki az Isten tudja, mikor? Hát a, az kivaszott slash viral úristen mit leművel. Szóval, ja, így állunk a, a titánjáv, úgyhogy beszélni fogunk most erről a kis, erről a Warframe-ről, felhívni újra rá a figyelmét azoknak, akik már elfelejtették, és azoknak, akiknek még nincs meg. A livestreamben azt csináltam, hogy a kettes képessége nagyon érdekes lett most, beszélni fogunk róla, de a livestreamban azt csinálta, hogy a Dex Pixiát e, próbáltam használni egy a crowd control-nak, radiation damage-el, és a karddal, a, Isten tudja mi a neve a kardjának, az ultiával próbáltam volna kardozni. A probléma van azzal, hogy akárhogy modolhatod azt a kurva kardot, iszonyat gyorsan kifut a damage mert nincs túl sok státusza. Így aztán e, meggondoltam magam, és átmodoltam a dexfix Happy Days Virus Lessel, úr, Isten, hogy szedi a zenemiket. Szóval, menjünk szépen sorjába a képességein a, a Titániának, és azt kell mondjam, hogy én még ez, ez egy brutál Crowd Control karakter lett. Egy brutál Crowd Control karakter, ami még nem szégyel demigelni is mellé. Szóval nem elég, hogy irányítod a pályát fölülről, nem elég, hogy teljes mértékben tied a pálya, még le is demigeled a francba ezt az egészet. Egy gyilkoló gép lett elképesztő, hogy mit tud most már a titán. Úgyhogy érdemes újra ránézni a kicsire. Na, akkor gyorsan jönnek a képességek, igyekszem elmagyarázni a legjobb tudásom szerint. Egyes képesség azt csinálja, hogy így rányom egy állapotot az elevikre, na most még az elevik ezen állapot alatt vannak, eldobják a fegyverét, nem tudnak sebezni téged, és még utána se tudnak sebezni, hogyha lejár a képesség, de a fontos az egyes képességgel kapcsolatban, hogy leveszi a státuszt, a társaidról. Tehát a státus sebzésekre immunisak lesznek a társaid, továbbá ha hosszan legyőzve tart az egyest, akkor te is immunis leszel rá. Na most ez, ez semmi, ez semmi. Oké. Okay. Kettes képességnél jönne a lényeg, és amit ő zseniálisan ki van találva, és könnyű eh, bemodolni emiatt a titániát, a kettes képessége. gondolnád, hogy az a leghasznosabb, de nem. Nem az. De van benne egy hasznos dolog, az -e biztos. Na most, félértés ne esik, a kettes képessége képességei. <laughs> Úgy, hogy van hasznosak, és a fantasztikus bennük, hogy nem hat rájuk idő és erőmódszal. Hiába raksz vele több erőt, nem, fogod, nem fogsz többet és jobbat elérni a kettes képességgel, viszont időmód sem hat rájuk, standard idejük van, nem kell aggódni a continuity miatt. Az első képesség a Thorns ami konkrétan azt csinálja, hogy a bejövő damage-et 50%-kal felfogja. Emiatt ez hasznos, ugye bár gondold végig, hogy egy Adaptation Thorns elkapcsolva, és Aviator mod most már működik a Titániával, mind ezek olyan szintű damage reduction adnak, hogy szörnyű. Viszont, amint látjátok, vagy láthatjátok a videóban, a, Tök mindegy, egy hitelnek. Adaptation ide vagy oda, Thorns ide vagy oda, akkor is egy hitelnek egy idő után, szóval ez nagyban elgondolkodtató abban, hogy érdemes-e egyáltalán Adaptation-t rakni, Aviátort és a többi demis csökkentő modokat. Uh, ha van egy csapat körülötted, megeshet, hogy kihagyhatod az ilyen modokat, mint az Adaptation. Uh, viszont ha nincs egy csapat körülötted, úgy vettem észre, még a level 200 környékén is fel fog legalább egy lövést, érted? Legalább egy lövést felfog. Szóval nem rossz. A Thorns uh, felfogja a vagyis damage t ad 50%-ot. A Dust, ugye a kettes képesség második részlege, a Dust az, eleminknek az, az accuracy um, fogja és befolyásolja. Na most ez nem rossz endgame-nél. A Warframe úgy működik, magasabbak az enemik, annál precízebben, pontosabban és nagyobbat lőnek. Na most, hogyha melléd lőnek, level 200-nál az nem lenne rossz. Uh, ugyebár. A Full Moon az pedig a Sentinel kutyák, macskák mindenre ad 50% extra armort, uh, és magára az ultiának a kis pillangóira arra is ad. Szóval felerősíti, mondhatni a kutyát, macskát, Sentinelt minden. És erősebbek lesznek 50% armor és élettel. Na most ez kurva jó lenne, hogyha gyakorlatilag, ha bár egy haszna megvan, tán, 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 ki kell próbálni, az az igazság. Ez nagyon jó lenne, hogyha ulti közben a kutya, macska, a anyám, kinya nem tűnne el, de most, hogyha így belegondolok, jobb is, hogyha eltűnik, mert megőrzi az életét. A taxonom egészen a 70. percig nem halt meg, gyakorlatilag kb. azt hiszem, és hogyha tegyük fel, lenne nálam egy huraszkubró, ami láthatatlanná tesz, ugyebár, mert hogy le kell szálljak az égből feltölteni az energiát, amint bekapom az első lövészt, a huraszkubró láthat Tesz. Ha nem támadsz, akkor láthatatlan maradsz, és az a láthatatlanság arra rövid időre elég, hogy feltösd az energiádat, és újra a levegőben légy, és utána eltűnik a Hurászkubród, például, és uh, te már a levegőben vagy, onnantól kezdve szinte elpusztíthatatlan a titánia, szinte. Oké, okay. szinte. Szóval, még sense, a full moon kiúzhatod magad a csávából, hogyha mondjuk egy huráskubróval gondolkodsz. Intangle, a másik képesség, utolsó részlege, ugye, lelassítja az enemiket a range-ben. Ez nem egy rossz dolog, a földön lévő csapattársaidnak mindenképpen segít, segít. Viszont tudjátok, hogy itt nagyon elválik, hogy mit akarsz csinálni a, a Titániával, full crowd control, vagy akarsz damage is. Mert hogyha full crowd controlra mész, akkor kénytelen leszel valamit felhagyni, és az többnyire az erő lesz, tehát, Hogyha full crowd control mész, akkor full effektivitás, illetve időbalanszra van szükséged, hogy minél tovább a levegőben maradj és dolgozhassa képességeiddel, hogy ne fogyassz annyi energiát. Na most, hogyha ezt eléred, valószínűleg úgy fogod tudni a legjobban elérni, hogyha lecsökkented az erőt, hogy helyet adj a, az időmodoknak, és a nerománydét ki kell maradjon ebből. Időmodoknak és um, stretch, mi a neve? területmódoknak uh, helyet kell adjál. És, és akkor abban, hogyha van egy csapat körülötted, akkor beáldozhatod esetleg a damage azért, hogy segíts crowd control a csapatodat. Ha nincs egy csapat körülötted, akkor a kettes képességnek ez az összes minden, ami itt van, egy kicsit némileg háttérbe szorul a hármas képesség mellett mert a hármas képesség annyira OP, hogy elképesztő. Elképesztő crowd control ad. Az a neve, hogy Lantern fogja, és fel... hát csinál a zenebilő egy lámpást, ami bevonza a zeneméket. Tehát úgy mennek rá, mint szúnyaga izére van az meg a lámpára. Tehát tényleg. És, és te az égből egyszer ledemidzselsz mindenkit. Na most ez azzal jár, hogy egy kicsit megnövezted a damage ugyanakkor az effektivitás idő, hogy minél tovább a levegőben maradj, némileg lecsökken. Nem vészes, csak némileg lecsökken. Meglátjátok a modolásban. Szóval azt a kurva kategória. A lantern, hogyha szólózol, átveszi az irányítást minden fölött. Tehát kettes képességre nem lesz időt használni, mert ölnöd kell, de a lanternre mindig lesz egy időt. Hátránydó, hátrány iszonyat pontosan kell vele célozni, hanem nem fog elkapcsolni. E, egyszer biztos, hogy azért haltam meg, mert legalább háromszor nyomtam rá a hármas képességre, és valami történt, mert az energiám eltűnt, de maga a karakter nem kezdett el lebegni és bevonzani az enemiket. Szóval ez a, ez a iszonyatos a Amellett sebezés egy kicsit, de lényegtelen a sebzése, és ez lesz a kulcsfontosságú képességetek amit látjátok nálam is a videóban. Ultia mindenki ismeri, kicsi lesz, repülni fog, és az olyanok, mint az Agility Drift, illetve Aviator mod most már hatnak rá, ezért Adaptation, Agility Vist Aviator uh, elég jók az égben. Tehát eléggé megakadályozzák, hogy meghaj, hogy őszinte legyek. Uh, az égben nagyon OP. Ha földön van, akkor, mm, akkor az Adaptation még talán megakadályozza, hogy azt az egy lövéssel elvigyenek. Ezért húzódj biztonságba, hogyha fel kell az energiádat. Azon kívül uh, fogok mondani, egy de a Dexpixiát uh, slash Viral-re érdemes húzni, hölgyem és uraim. De, uh, íme itt volt, gameplay teljes mértékben jöjjön a modolása. És... Hát azért sajnálom, hogy nem tudom megmutatni minden pillanatát ennek az ennek a Survivornek, ahol voltam, mert. egyszerűen jó érzés, hogy játszani ezzel a karakterrel. De egy mint száz, most hát tényleg jön a modolás. Ez lenne. A, ezzel a modolással mentem el, addig, ameddig elmentem. A, hogy minek mész el manapság 85 percig, bármilyen Survivor-ben, nem tudom, de ha elmész, elmész. Tovább is tud menni, tovább is. Bővivel tovább is tud menni mint a 85 perc, csak ö, ügyesebbnek kell lenned, óvatosabbnak kell lenned, jobban kell nem úgy, mint én, de egy teszt az egy teszt, szóval megyünk és kipróbáljuk, hogy hol van a halál. Értelemszerűen, hogyha legközelebb mennék, akkor, akkor óvatosabb lennék, elbújnék, ott tölteni fel az energiából, ahol tudjátok. De egy teszt az teszt, megyünk, és már a 85. percnél egy hitelnek az enemik, már előtte, tehát ugye a 150-es enemik már képesek egy hitelni. Az, az igazság monton, monton legalábbis. Nem tudom, hogy mennyire kemény mot most már a többi pályához képes de ott már egy hitelnek az enemik e, igazából. Ha szóval ez lenne az egyik. Itt ugye az Ultia 275 öt fogyaszt, hogyha dobnak az enemik energiák, szinte végtelenül tudsz fennmaradni a levegőben. Ha nem dobnak, az enemik energián néha kénytelen vagy leszállni, és ahogy haladsz a magasabb szintek felé, az enemik már nem akarnak annyira energiát dobni. És kénytelen vagy néha leszállni, és ezért mondom az óvatosságot. Ez lenne. A másik, hogyha vannak csapattársaid, oké, okay, akkor... És azért nézzétek meg az árkéneket is, tehát egy Energize-ra gondolnék, egy full nem úgy, mint az enyém, már tíz éve olyan lusta vagyok vásárolni egy ilyen Energize, meg kifarmolni, biztos nem fogom. Um, és van nek, volt nekem ezért régi modalásom, még a buffok izék előttől, mert még, Constitution benne van, szóval ezt, ezt, le lehetne cserélni valami másra, ami, aminek um, ideje van csak, hogy helyet spóroljunk, és akkor bele tudunk tenni egy mondjuk cunning driftet, hogy még távolabb hasson. És ugye látjátok, sok az energiája minden, 1,39-et fogyaszt az ulti, és van neki 600 energiája. Tehát nyugodtan tudok dolgozni a kettes képesség, hármas minden képességgel, és a csapatot kiszolgálni. De a damage-et feláldozott, de ettől függetlenül még 40%-ös erővel is elég OP a dexpixia. Most már, most már elég OP a dexpixia. A kardra egyáltalán nem számolnék, de a dexpixiára még így is tudnék számolni, mert így is OP. Uh, és ez lenne. Következő dolog, a uh, csináltam egy ilyet, ami egy kicsit több erővel van, egy kicsivel többel, ugye ehhez képest. Kinek mi ízlése című történet. Uh, itt 2.19-et fogyaszt az Ulti, itt meg ugye 2.75-öt. Kinek mi próbálja ki, de itt nincsen Vitality. Szóval ennek itt az a... az a... benne van az Adaptation, de hogy őszinte legyek, nem tudom, hogy mivel járok jobban, egy Vitality-vel vagy egy Adaptation-nel ebből a szempontból a lényeg az, hogy ne halljál meg. Tehát ez, ez frankon óvatos gameplayre van arra, hogy elbújsz és feltöltöd az energiádat, hogyha szükség van rá. Kicsit tovább tudsz a levegőben maradni esetleg, de ugye itt beáldoztunk egy kicsit az időből, így aztán a hármas képességre aktívabban kell figyelned. Ennyi. Tehát én nekem ez, azt hiszem, Uh, de ha bármelyik modolással lennék, és véletlenül endgame felé maradnék, ha van körülöttem egy csapat, no problem, szerintem. Uh, és ezzel szólóban mindenképp el lehet gurigázni, <laughs> amint, uh, a, láthattátok. Uh, Dexpixia, ez, ez lenne, egyforma, oké, okay, tehát úgy nézzétek, hogy egyforma, slash 2000, viral 1300, a slash kikerüli az armort, a viral, hát azt tudjuk, hogy ledarálja az életet. Szóval ezt tudnám ajánlani, egyformával, ha olcsón akarsz uh, nyomul, nyomulni, D és a kard, na most a kardnál volt egy érdekes szerep, a kardot azért tartottam, hogy feltöltsem az életemet, ha netán lement volna. Pánik van, levegőbe megyek, és elkezdek kardozni. És utána egyet lifestrike azok, hogy feltöltödjön az életem. Háromszoros kombónál a lifestrike furra visszatölti a, a, 740 életet. Oké, okay, szóval a kard az csak azért van. Nem tudtam vele akkorát damage hogy megérje használni a lifestrike-on kívül. Oké, okay, tehát a Weeping Wounds Blood Rush nem hat rá, szóval kénytelen vagy uh, ezeket a modokat használni, de olyan kicsi a státusza, hogy nagyon nehezen státuszol, kicsi a crit chance-ek, nehezen kritel, minden baja van ennek a karnak, ráfér egy boost, hogy, hogy Isten igazából működjön, de Live tökéletes, értitek? Azoknak, akik nézték a live-ot, a Dex dakra olcsó modolásom, iszonyat OP volt, végül is. Uh, és hogyha nem akarsz... a biztonság kedvéért a kardodba, a sima kardodba, hogyha le kell száj, én beletennék egy Healing Return-t. Csak miért nem? Vagy gyere. egy lifestrike ot kinek mi tetszik. Mert a Lifestrike bár nem úgy működik, mint régen, de OP, mert Insta tölti fel az életedet egy kis kombószorzó után. Insta tölti fel az életedet. És egy-két kard nagyon gyorsan szorzódik, és a Lifestrike Insta feltölti. És, és, ennyi. Ennyi. Csak a biztonság kedvé. És megvan, a, megvan egy tökéletes körn hogy így mondjam. Na de most már ennyi lett volna ez a videó, mert iszonyat hosszú ideig elhúztam. Nagyon köszönöm a figyelmet. Titánia OP próbált ki. Iratkozz fel, csengője a klámba. Link a videó leírásában, vagy jelölj be. Discord szerverünkre is csatlakozhatsz. Link a videó leírásában bárkinek elérhető. Nagyon köszönöm a figyelmet. Sziasztok!